A héten már beszámoltunk róla, hogy a téglagyári horgász tavunkon az idei évben tapasztalt, és elsősorban a nagyobb testű halakat érintő elhullással, annak okával és általában a vízminőséggel kapcsolatban. A téglagyári horgász tavunkon az idei évben tapasztalt és elsősorban a nagyobb testű halakat érintő elhullással, annak okával és általában a vízminőséggel kapcsolatban tagjainkat a következőkről tájékoztatjuk. Az első halpusztulás után hivatalos vízmintavételre került sor, amelyet a hatósági állatorvos laborvizsgálatra a budapesti vízélettani központi laboratóriumba küldött meg. Ennek eredménye sajnos még nincs meg, mivel az időközben bekövetkezett koronavírus járvány miatt a labor más vizsgálatok tömegét kénytelen végezni. A mi vízmintáink vizsgálata bizonytalan időre odázva lett. Ezért az egyesület vezetése más megoldás után nézett. Felvette a kapcsolatot a Gödöllői Agrártudományi Egyetem munkatársával, dr. Hegyi Árpáddal, aki kifejezetten tó szakértői területen tevékenykedik. Nevezett 2020. április 2-án helyszíni vizsgálatokat végzett tavunkon. Vizsgálta a vízminőséget és a tóai iszapot. Megállapítása, hogy vízünknek a normálistól magasabb a nitrogén és kénhidrogén tartalma. Az iszapban szerves anyag rothadási folyamatot észlelt, aminek következtében kénhidrogén szabadult fel. A rothadási folyamat egyelőre nem a teljes tóaili iszap felületét érinti, csak gócpontok vannak, amelyek elsősorban a mélyvízi területen észlelhetők. A gócponton, illetve annak közelében lévő halak pusztulnak el. A kénhidrogén a halak belső szerveiben és kopottyúiban halmozódik fel. Ez a folyamat a további másodlagos hatását tekintve később elősegíti a fokozott algásodást is. Ez a folyamat a levegő és a vízhőmérséklet emelkedésével fokozódni fog. Összességében a vízminőséget rossznak, de nem tragikusnak ítélte. A helyzet javítására a vezetőség a következő intézkedésekről döntött. Megrendeli a fenti szakértőtől a tóai iszap mikrobiológiai kezelését. Ennek során olyan baktériumokat juttatnak a vízbe, aminek hatására az iszapban a szerves anyag rothadás abba maradhat, illetve átalakul erjedésé. Ez már olyan kémiai folyamat, amelynek során a felszabaduló kémiai anyagok nem veszélyeztetik a halak életét. A várható költség. A mikrobiológiai kezelés legalább 3 esetben kell elvégezni, aminek teljes összege várhatóan kb. 300-500 ezer forint lesz. Úgy tűnik, egy átlagos haltelepítés költségét fogja a beavatkozás felemészteni, de nem odázható tovább a beavatkozás. Harmadik az időbeni korlát. A mikrobiológiai beavatkozás csak stabil 13-15 Celsius fokú hőmérséklet esetén végezhető. A kezelésig nem végezhető vízpótlás, szivattyúzás, mivel a tavunk körül víznek különösen a tők és tó vízminősége rosszabb, mint a tavunké. A tavunk vízminősége megengedi a horgászatot, azt nem kell tiltani vagy korlátozni. A tavunkból kifogott halak minősége emberi fogyasztásra alkalmas. Esetleg javallott a belsőségek és a kopoltyúk eldobása, mivel ezen belső szervekbe rakódik le a kénhidrogén. A mikrobiológiai beavatkozás elvégzéséig nem lesz haltelepítés. A fejleményekről további híradással leszünk, melynek megtekinthetők az egyesület hivatalos hirdetőhelyén a horgász iroda ablak felületén, a tavunk bejáratánál lévő hirdetőtáblákon és az egyesület internetes honlapján. Áll a televíziónkhoz eljuttatott közleményben.